A Babics Kulturális Központ együttműködve a Szekszárdi Humánszolgáltató Központtal negyedik esztendeje gyűjt adományokat a leginkább hátrányos körülmények között élő családok karácsonyának jobbátétele érdekében. A felhívásra ismét tömegesen hoztak csomagot, ennek megfelelően 300 család fája alá kerülhet majd ajándék. Az összegyűjtött adományokat jelképesen Gyurkovics János, Szekszárd város alpolgármestere adta át a humánszolgáltatónak. Áldott békés karácsonyi ünnepeket, boldog új évet, nagyon-nagyon jó egészséget, személy szerint neked is, és azoknak is, akiknek ezek az ajándékok el lesznek juttatva. Ez egy nagyon-nagyon nemes gesztus, és hát hagyományteremtő módon, ahogy értesültem, ez a negyedik év, és az egy örömteli dolog, hogy évről évre egyre több ajándékot tudnak összegyűjteni. A Babics Kulturális Központ és a Humánszolgáltató Központ is, és látva a vagy dobozoknak a számát is, örülünk neki, hogy ennek ellenére az idei nehézségek mellett ennyit sikerült összegyűjteni. Az idei esztendő rendkívüliségesen vette el az adakozók kedvét, mondja Mácsik Henrietta, az intézmény jelenlegi vezetője. Az emberek érzékenyek arra, hogy adhassanak, hogy támogathassanak másokat, gondolnak a gyerekekre, a jótékonykodás megmaradt a szekszárdiak körében, aminek nagyon örülünk. Néhány hete hirdettük meg az akciót a Facebookon, oldalunkon, és örömünkre szolgált, hogy sokan jöttek, letették az ajtónkba, és fogadhattuk folyamatosan az adományokat. Figyelnek egymásra az emberek, és keresik azokat a lehetőségeket, amivel a másiknak segíteni tudnak. Ez egyrészt megnyilvánul abba, hogy milyen sok cipős doboz összejött, hogy mennyi egyéb adományt kapunk, ruhát, könyveket, játékokat, amik hozzánk a Humánszolgáltató Központhoz érkeztek, és ezeket is azonnal tudjuk továbbadni, illetve jönnek a lakosoktól jelzések arra vonatkozóan, hogy javasolják, hogy akkor őket még jó lenne, hogyha segítenék, mert ugye vannak olyanok, akik hát ugye így mondjuk, hogy szemérmesek, és hogy vagy szégyellik, vagy igazán nem akarnak ők jelentkezni, hogy nekik erre szükségük van, de hogy ezek az információk ide kerülnek, és akkor természetesen ezek is mind ezek az igények, amennyire lehet kielégítésre kerülnek. A humánszolgáltató vállalta, hogy még gyertyagyújtás előtt minden családhoz eljuttatják a csomagokat.